Játszolok én narancsot. Belső bék. Inkább, mint egy belső béka. Már mindenem tele van az NFT-kkel. A pénztárcámat leszámítva. De az nem tölti a pénztárcádat, hanem üri. Hát de bele is lehet tenni, nem? Pokémonból veszel egy jó gifet, és utána azt kinyomtatod, beteszed a pénztárcádba. Animált gifet? Hát, ha kinyomtattad, akkor már nem, bár erre meg emlékeim szerint még mindig működhet az, hogy jegyzettömbbe kinyomtatod ugye oldalanként másikat, képenként. Ja, ilyen pörgetős füzetbe? Tényleg? A gifnek nincsen hangja, tehát nyugodtan lehet. Hát ennek csinálni. Ilyen pörgetős hangja lesz. Viszont tudod, hogy lehet leüríteni a pénztárcádat nagyon jól NFT-vel? Ha nem te csinálod? Ha a Nifty Gateway-t használod az NFT vásárláshoz. Mert ők mit tudnak? Hát például a bankkártya adataidat. Elloptak tőlük ügyféladatokat, bankkártya adataikat, a szigorúan őrzött NFT tételeket, de ráadásul még a bankkártyákkal visszaélve vásároltak további NFT-ket. Én nekem gyanús az, hogy ez egy ilyen önhekkelés volt, és igen, egyszerűen nem ment annyira a biznisz, és gyorsan, ha már úgyis vannak náluk kártyaadatok, akkor vesznek egy pár NFT-t maguk. Igen, mert hogy ez lett volna pont a kérdésem, hogy de hát mégis kivesz lopott pénzből NFT-t, és miért? Hiszen már azt tudom, hogy eredetileg miért vesz valaki NFT-t, tehát ez vagy vakhit, mert azt hiszi, hogy megéri az NFT-t lopni, majd még többet venni, vagy tényleg a másik a logikusabbnak látszó opció, hogy saját magukat próbálták, hogy pörgessék a piacot. Hát, nézd, Elon Musk készített az NFT-ről egy klipet, nagyon kreatívan, bár nem tudom, hogy igazából ő volt-e, vagy csak megrendelte valakitől, megvette. Egy ilyen zenés kis produkció, amiben egy videón forog néhány szó, és közben az NFT sztárolása folyik. Bejelentette Twitteren, hogy ugyan csinált egy ilyet, és ezt NFT-ként akart értékesíteni, de inkább úgy gondolta, hogy mégsem. Szóval lehet, hogy ő már kiábrándult belőle, vagy az is, hogy csak arra vár, hogy ettől még értékesebbé váljon. Azt veszük meg, amelyeket Musk nem akart eladni. Volt ennek oka egyébként, hogy ő egy ilyen kis technószámot gründolt és azt adta ki. Ezzel alapozta meg a vadonatúj pozícióját, hiszen ő a technoking. Ja igen, mert hogy bejegyeztette magát, mint ügyvezető, mellette új pozícióban is megjelenik, immár a Teslában hivatalosan technokingnek hívja magát. Olyan szinten hivatalosan, hogy cégjegyzék szinten. Így van. A pénzügyi... Zach Kirkhorn pedig. Így van. A korábban ilyen unalmas pénzügyi igazgatónak nevezett ember, a Master of Coin, az a... Az érmékmestere. Az érmék. Ugye ez így nem sokat mond, mert a coin az itt elsősorban inkább a bitcoinra utal. Hát mondjuk ugye a Zsé ura. Így, a Zsé ura. Nekem egyébként ez tetszik, hogy ilyen unortodox néven neveznek el pozikat. Milyen jó lenne ilyeneket így bevezetni a mi kis szürke valóságunkban is itt a home office-ban. Úgyis a LinkedIn teljesen rá van gerjedve arra, hogy mindenféle korábban nem létező pozícióra keresnek embert, nyilván mert ha úgy hívod, ahogy, akkor azt úgy felismerik. Tudjuk, hogy a Z-generációnak tök sokat mond, és sokszor a javadalmazásnál is fontosabb, hogy mi a pozíció megnevezése, amiben ő éppen van. Valamiért őket ezzel lehet motiválni. Így ilyen nyelvújítás jelleggel javasoljunk új megnevezéseket. Szerintem sokan szeretnének például technokingek lenni. Az valami menő dolognak hangzik. Igen, a CTO-kat, azokat simán át lehetne ilyen nevezni. Én vagyok a bank technokingje. Csak például, hogy ha valakit úgy neveznek át, hogy Master of Buy, akkor nem fogod tudni, hogy ez egy programozó, vagy egy séf. Vagy egy oroszlán idő már. Legrosszabb esetben. Jó, akkor legyünk egy fokkal konkrétabbak. Tele van a város kajafutárokkal. Nevezzük őket szerintem, legalábbis, hogyha már nem biciklivel, hanem motorra járnak, senior ételbiztonsági és logisztikai szakértőnek. Ha? Nem feltétlen szakértőnek nevezném őket, hiszen ők... Ja, csinálják. Ennek a végrehajtásával fog... Értem, én ők csinálják. Én ebbe az executive manager raktam be, tehát élelmiszer, biztonsági és logisztikai executive manager. Sokkal hatékonyabbá válik ez a megnevezés, és nagyobb kedvel gyorsabban csinálják. Egy baj van, hogy egy picit nehezebben fogod tudni fejből megállapítani, hogy akkor erre hány százalék borra valót kell adni. Tehát érted, mert különben sértő. Értem, én értem. Majd adsz helyett NFT-t. Ott áll az ajtóban, leteszi a kis papírszatyot, te pedig gyorsan beregisztrálod a Ethereum-on, hogy kapod cserébe egy Pokémon képet. Vagy valaki másnak a Pokémon képét. Nagyon ugrálunk. Még keresünk pozikat. Ja, még pozizunk. Hát 7 percnél járunk is az 5. témán. Valakinél láttam azt, hogy konkrétan ilyen boldogságmenedzser volt a cégében. Elégedettség és boldogságmenedzser, vagy valami ilyesmi. És így
Ő mi ez a HRS-nek valamilyen? Valami olyasmi, vagy valami igen. Coach? Tehát, igen, sőt, az még jobb, hogyha boldogság coach. Az egyik legősibb mesterségnek is lehet egy polkorrekt megfogalmazása. Segít megtalálni az utadat az örömhöz. Ennyi. Hagyományos pozíciókat átnevezzünk, valahogy kicsit vonzóbbá tenni az új generáció számára. Konyhás néni? Na. Még nem tudom, de az egy olyan derogáló. Így van, de ha azt mondanánk, hogy valami gasztroellátási lánc menedzser? Valami, igen. Így van. A mosogatásért felelős pedig ugye akkor lenne a... Ételhigiéniai szakember. Hát konyha, igen. Higiéniai szakember. Ja. És figyelj, a meg is kiszolgálót nem kereszteljük? Hát mert az is egyébként szerintem nem hangzik túl, hogy mi vagy kiszolgáló a Mekiben. Az úgy nem adja meg azt, hogy milyen rohadt sok munka van mögötte, meg valójában mennyire el nem ismert. Tehát ezt is így nem esítjük föl, ezt a szakmát. Igen, legyenek ők a... Burger Kingnek? Ugyanez Paul Correctül, hogy valahogy, mert ugye lenne Burger akkor Burger person. King, az milyen hülye hangzik már. De mit mondtál, Burger King? Burger Person. De Burger King, a Mekiben. Az. Értem. Quing? Szakítsunk ezzel a gender specifikus igen, ez. Nemességgel, és akkor így ötvözzük a kettőt, és ez a person, ez meg így túl semmit így mondó, van. Akkor tegyük át Quingé. A fekete ruhás csávó, aki meg kinflangál az ügyféltérben, az a Börgőr. Jó, mindegy, akkor úgy látom a pozíciók megreformálása az mégsem a mi világunk lesz. Földobjuk a labdát, hát ha valakinek több érzéke van. A WC-s nénire valamit? Hát... Újrahasznosítási szakember, az biztos. Ja, de ez a konyhás néniről is elmondható. Hát végülis mind a kettő gasztro újrahasznosítási szakember. Jó, hát... Az biztos, hogy senior. Szerintem ezt megadtad. Igen. Aztán tudod-e, hogy még mi az, ami ott a gasztro újrahasznosítási szakembernek a környezetében van, és NFT kompatibilis? A kezében mit a telefon. Mit ott eladni? Szorcsé. Természetesen a WC papírra gondoltam, hiszen az kincset ér olyankor, akár NFT-ként is megvásárolnád lapját bizonyos helyzetekben. Charmin is így gondolta. Mi? Még egyszer? A WC papírt NFT-ként? Van egy megosztott WC papírunk? Egy WC papírgyártó és NFTP-ként, mint NFTP, mint toilet paper. Persze, és hogyha föltölti egy mappába, akkor NFTP, NFTP, FTP-TP? NFTP-TP-TP. Jó, oké. Látom, te is ott akadtál el. Szóval, hogy mi NFT-ként, hogy lehet ezt NFT-ként eladni? Tehát ez már tényleg csak annyi, hogy... Robottal, mert a Charming adta ki annak idején a 2020-ban a WC papír továbbító robotját. Emlékszel rá? Jaj, tényleg. Nem tudtam mondani olyan ismerős. Úgy. És képzeld el, hogy most képesek voltak, de nem tudom, hogy tekercsbe adják-e, vagy tényleg lapra NFT-ként a WC papír. Nyilván természetesen itt is a non-fungible toilet papert azt digitálisan értékesítik, de adnak hozzá fizikai megjelenítőt, hogy kirakhatod a megfelelő rollni mellé. Mondjuk a WC papír is teljes mértékben igaz, hogy non-fungible, mert hát mivel is helyett... Ja, de hát például újságpapírra remekül lehet helyettesíteni. Marék levéllel. Marékkal. Ugye, hogyha már semmi más nincs kézni. Hát jó. Hát szerintem térjünk tovább erről a... Vannak dolgok, amiket azt hiszem, hogy az én agyam nem. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a kezdeményezést. Azt hiszem, kiütöttük a no comment határait megint. Ah, igen. És akkor ilyenkor szoktunk gyors kanyart venni valami másik irányba. Köszi. Térjünk át egy másik témára. Ha vásárolsz magadnak egy költséges, mindentudó eszközt, akkor az úgy gondolod, hogy onnantól a tiéd? Azt te úgy arra használod, amire akarod? Hát leszámítva a bizonyos eseteket, amikor ezt effektíve kikötik a eladáskor, igen. Úgy képzelném. Úgy sem isítem meg az automata, hogy én szeretem, kivéve, hogyha Rolls-Royce-t veszek, mert tudom, hogy ott kifejezetten tilos például kinyitni a motorháztetőt a saját garázsodon kívül. Vagy átfesteni. Ja, igen. Képzeld el, van egy olyan csodálatos kis eszköz, amivel papírból lehet különböző formákat kivágni, és ugye nyilván akkor ez dekorációs célra, vagy puzzle-nek, vagy valamire használhatod. Ez egy ilyen kis kreatív eszköz. Uh-huh. Krika gyártója úgy gondolta, hogy ezt az eszközt ő
fogja magát és átrakja előfizetéses módba. Így van. Hát mert rájött, hogy csak mennyit $400 kellett fizetni ezért a papírmasévágóért? Hát abból azért nem lehet jól megélni, ezt mindenki tudja. Hát 120 ezer forint az nem a világ. És azért hirtelen rádobtak egy havi $10 előfizetést. Az annyi, mint a Microsoft Office 365-nek a családi csomagja. De azzal nem tudsz papírt vágni. Nem, de a papírra szemetet termelni. Hát ez is szemét, hogyha nincsen előfizetésed. Nem, mert ők azt mondták, hogy évente 20, vagy havonta? Havonta 20 ilyen papírmasé, mint az továbbra is benne lenne a csomagban, az ingyenesben, ha nem fizetsz elő. Csak hát ugye ezzel az a baj, hogy jellemzően ilyet nem az összes háztartás vesz, hanem az, aki kifejezetten szeretne ilyen papírmasékat fagdosni, különböző típusokat, formájukat, nem mondjuk a munkájához kell, mint esküvőszervező vagy dekoratőr, valami ilyesmi, és nekik az a 20 viszont már kevés. Úgyhogy lázadás tört ki. Meg is hátrált a cég, és azt mondta, hogy az idei évben még lehet ezeket büntetlenül vásárolni, és hogy december 31-ig aktivált eszközökre, vásárolt eszközökre nem lesz szükség az előfizetésre. Minden esetre ezzel egy kicsit hasonló érzésem van, mint amikor a BMW hirtelen elkezdte utólagosan aktiváltatni ezeket az előfizetéseket. Az ablak lehúzót? Az Apple CarPlay. Ez valami egészen csodálatos díjat akartak érte szedni utólag évente, de ezt megpróbálta a Harley Davidson is, de aztán szerintem náluk is bukott az ötlet. Igen, igen, a Harley Davidsonnal az Apple CarPlay az nem működött. De ott is valami évi $80, vagy mit akartak szerezni? De az nem autó. Azt én értem, csak hogy ettől még megcsinálták az integrációt hozzá. Egyébként ezt így motoron nagyon nehezen tudom elképzelni. Az érintőképernyőt. Igen, az mindenképpen biztonsági felszerelések része a két kézzel fogandó 350 kilós motornál, hogy közben ott nyomkodod plexi mögött a tabletet. Zenelejátszót elindított 100-nál a motoron? Hát, mi egy X-Wingnél? Jó, tudom, az éppen nem Harley, de hogy így, why not? X-Wing az nem, az Honda. Persze. Nem, az a Goldwing, de az X-Wing az a Star Wars-ban a... Ezt benéztem. Ezzel most így sikeresen két elég nagy társaságot ránk uszítottál. Nem baj, csak adjanak visszajelzést, az is azt jelenti, hogy hallgattak. Még szerencse, hogy ilyenek nincsenek köztük. Se Star Wars, se motorfanatikusok. Főleg, hogy egy Hondát mondasz a Harley témájába. Ahogy a BMW is meghúzta itt a határt, ők is visszaléptek tőle. A vírushelyzet elég komolyan befolyásolt rengeteg iparágat, de jellemzően az online alkalmazások nagyon jól mentek ezekben az időszakokban. Hiszen az emberek be voltak zárva. De nem mind. Így van. Azok az online alkalmazások, amik például kocsmákhoz kapcsolódtak, vagy társkereséshez. Kocsmákban való találkozásokra. Igen, azok egy picit megültek. Igen. Ugyanakkor szerencsére volt lehetőség ebben az időszakban ezeknek a cégeknek gondolkozni, hogy hogyan is lehetne visszatérni. Így például a Tinder összeállt Amerikában az Everly-vel, Everly Hills, 9210 céggel, akik otthon használható koronavírus teszteket forgalmaznak. Amúgy a Tinder pedig úgy döntött, hogy 500 felhasználó számára egy pár ingyenes COVID-tesztet biztosít. Hogy ezáltal a személyes találkozásokat ismét elősegítse. Egyet nekik, egyet a potenciális párjuknak. Mondjuk ebben az a jó, hogy ezzel ugye, mivel még mindig kevés van belőle, még mindig nem az lesz, hogy akkor minden szerencsétlen jött ment el, megpróbálsz találkozni, hanem még mindig jól meggondolod, hogy ő lesz-e az, akinek adod azt a bizonyos COVID-tesztet. És ráadásul, ha belegondolsz, ez így a találkozás első különös és nehezen áthidalható percén is átsegít, hiszen tesztet cseréltek. Az első tizen. Tesztet cseréltek, kicsit megszurkáljátok a saját vagy egymás ujját, majd nem ráteszitek. Nem tudom egyébként, hogy ez milyen teszt. Ez antigén teszt lehet kizárásos alapon, hogyha gyorsan működik. Hiszen ha a gyors teszt, akkor antigén teszt. Pincért kivárni, az azért elég menő lenne. De hogy milyen... Ja, hogy vérből, vagy... Vérből, mintából? Vagy... székletből dolgozik, mint például a kínaiaknál volt, ugye? Aha. A rektális módon. Hát, az nagyon feldobná szerintem az első randit, így mindenképpen emlékezetes, akkor is, ha összejöttök, és akkor is, ha nem. Egy sokkal erősebb bizalmat kívánok. Kell a partner felé tanúsítani, hogyha egy ilyen tesztet osztanak ki.
De figyelj, egyébként itt a leleményes magyar, tudod, mit csinálna? Csak olyanokkal próbálna megismerkedni, akik már kaptak ilyen tesztet, mert azokból többen lehet, mert akkor mindenki azt a kettőt saját magára használhatja, a másik meg szintén saját magára használja. És akkor lehet ilyen sokszoros gyorsrandikat kész csinálni. Hát vagy ugye az összes egyszerre találkozik, és akkor 500-an tudnak összesen 1000 emberrel találkozni. Ezt mondom, egy ilyen vakgyorsrandit. Csak ugye itt a mindenféle ilyen gyülekezési szabályokat, meg a COVID miatti korlátozásokat felrúgnák az emberek, de hát kreatív megoldás lenne. Mondjuk szerencsére ennek kicsi a valószínűsége, hogy ez megtörténjen. Inkább ne csináljátok, az biztos. A másik, ami miatt ezt nem annyira tudom feldolgozni, hogy persze az ötlet nagyon jó, hogy azt mondjuk, hogy tessék, akkor most tudsz csinálni egy antigéntesztet, hogy voltál-e már covidos, de ez pontosan semmit nem mond arról, hogy amikor éppen ott van veled az illető, akivel randizol, az momentán éppen fertőz, vagy fertőzhet potenciálisan. Sőt, talán rosszabb is, hiszen ha negatív a teszt, akkor még nincsen túl rajta. És lehet, hogy akkor a negatív miatt dobja. Ó, fú, te még nem estél. Nincsen oltási igazolványod veled, nem megyek, mert nem mehetünk nyáron bulizni. Úgy. Ki estél? De azért szép dolog, hogy a biztonságra ennyire odafigyel a Tinder, nem? Sőt, még ennél is jobban. Ez ilyen, szerintem áll odafigyelés. Igazából nem figyel. De figyel. A match group-pal ugyanis összeállt, és egy másik fejlesztés keretében lehetővé fogják tenni, megint csak Amerikában, hogy a publikusan elérhető adatok alapján le tud informálni a randi társadat. Erkölcsi bizonyítvány online összekötve a Tinderrel? A Tinderről meg tudod nézni a letartóztatási rekordokat, illetve a bejelentett erőszakos cselekményekkel kapcsolatos infokat is meg tudod nézni arról a személyről. Akit elvileg a képe alapján döntöd el, hogy chips vagy nem? Akiről igazából szinte semmi más nem tudsz, csak a képét látod meg, mert hogy egyébként nem annyira kötelező a Tinderen még a mai napig sem azonosíthatóvá válni. Minden esetre ez is egy újabb üzleti modell, mire lehetne ezt még használni? Én azt nem tudom, hogy ezt mire lehetne használni, de ha már ezt képesek bekötni, akkor nem lehetne mégis inkább az oltási adatbázissal összekötni, hogy megússzuk ezt a PCR-teszt dolgot? Tehát, hogy akkor már eleve csak arra hasznosítasz ilyen tesztet, az ajándéktesztedet, akinek nincsen igazolványa. Ennek hát, mennyivel több keresési értelme? Feltételbe be lehet rakni, hogy akkor rendelkezik-e oltási könyv. Vagy eddig megúszta, mert azért az is mond valamit. Mondjuk azt nem tudjuk, ugye, hogy akinek nincs igazolványa, az tényleg nem esett át rajta. Mert ez így nem függ össze, ez a két nyilvántartás. Így van. Na mindegy, de hogy ennyi erővel ezt is be lehetne kötni. Mire lehetne ezt még használni? Össze lehetne nézni mondjuk a letartóztatási fotót a profilképpel, hogy mennyire egyezik. És ha volt letartóztatva, akkor automatikusan azt a képét beilleszteni, ami a leggázabb, vagy a legutóbbi. Hát a legutóbbi... Aha. Lehetne ilyen sites Tindert külön. Mit szólsz? És akkor lehetne meccselni, hogy milyen szintű büntetése volt? Tehát, hogy csak egy gyors hajtás, vagy egy rendesebb, erőszakos cselekmény. Rendesebb? Hát, hogy legyen tétje. De arra gondoltam egyébként, hogy akiket már oltottak, azokat jobban lehetne meccselni. Esetleg szűrőként berakni, hogy oltott még vírus előtt van, vagy már vírus után van. Ja, hogy ez még a sites Tinderen? Én még a normálisan. Ja. A Tinderből mennyire könnyű törölni magad vajon? Azt is megnehezíti? Nem tudom, de azt nem őrzik valamilyen blockchain-en, hogy ki volt valaha regisztrálva ilyen? Nem hiszem. Pedig kéne. Igény volna rá. Arra gondoltam, hogy vannak ezek a nem túl... Effel mondjál valamit, és megvan az NTF, igen. Nem túl felhasználó barát, ez a NTF. Nem túl felhasználó barát megoldások vannak arra, hogy hogyan kérdezzenek meg ügyfeleket bizonyos dolgokról, amit a cégnek kötelező ugyan, de nem szereti. Például tipikus az, hogy kezelheti-e az adataidat, vagy szeretnél-e hirdetéseket kapni tőle. Ezeknek a módszerei sötét sablonoknak hívja Kalifornia. Sötét sablon. És ezt most megpróbálják betiltani. A sötét sablon? Kifejezetten a személyadatokkal kapcsolatos kijelentkezési opt-out lehetőségeknek a egyértelműbb tétele miatt. Így tehát, hogyha
szeretnél nem kapni levelet tőlük. Blackmailt? Blackmailt, a Black Pattern-en keresztül. Értem én. Dark Pattern egyébként. Akkor ne lehessen úgy feltenni a kérdést, hogy ugye te nem akarsz nem kapni levelet. Tehát egyértelműek legyenek a vizuális elemek, amikor rákattintasz, hogy te most azt rákattintottál, vagy nem kattintottál rá. Most ki van kapcsolva, vagy be van kapcsolva. És szerintem ez egy haladás. Haladás? Mi az adás? Ízadás. Ízadás, ez valami gasztroműsor. Az megvan, hogy India úgy gondolja, hogy ez az egész cryptocurrency dolog, ez nem annyira jó és egyszerűen illegálissá tenné ennek a tulajdonlását. Szerintem egyszerűen annyi történt, hogy elgondolkodtak rajta, hogy hogyan lehetne szabályozni, hogy az ő lányaik és fiaik idegen országoktól sok pénzt kapnak, mert termelnek kriptovalutákat, ugye, bányásszák, ezen kívül mindig áramszünetet okoznak, ennyi-bennyi, ezen kívül azt a sok pénzt azt nem adózzák le, ennyi-bennyi, és ráadásul az otthon megszerzett vagyonukat is ebbe az idegen országok által, vagy nem tudjuk, cégek által fenntartott pénzekre költik és azokba fektetik, nem kontrollálható módon. Ezzel az egészen csak a baj van, mert így elveszítik a kontrollt 1,2 milliárd ember vagyona fölött, hogyha nem tesznek valamit. És egy nagyon okos szabályozói döntést hoztak, méghozzá azt, hogy nem próbálják meg a kiskapukat bezárogatni egyenként, hogy az emberek így felfedezik őket. Egyszerűen azt mondják, hogy ami úgy kezdődik, hogy kripto, az mint tilos. Tilos bányászni, adni, venni, nézegetni, tudni róla. Na bum, hozzáértél, kezed elvágom, levágom. Az értékesítését, bányászatát, kibocsátását, átadását és tulajdonlását is megtiltja. Így van. És akkor így megoldották azt a problémát, hogy akkor ez szabad vagy nem szabad, akkor most ez így szürke zóna vagy micsoda, azért nálunk sem szabályozott rendesen, hanem azt mondták, hogy... Akár 10 éves börtönbüntetéssel... Kézlevágás már nincs. Ez nem tudom, az komolyabb, vagy... Én látok mögött egy olyan szándékot, hogy ők igazából nem a kriptokarenciket akarják megszüntetni, csak a konkurenciát akarják csökkenteni, hiszen ki akar bocsátani emellett egy állami hátterű digitális valutát, tehát ez elé egészen jó lehetőséget gördít, hogyha az összes konkurenciáját megszüntetik, legalábbis ott a lokálisat. Ez, ilyet még se egy ország sem lépett meg, ennyire agresszívan, explicit nem tiltottak még kriptovalutákat, de hát Indiának ebben már van gyakorlata, 2018-ban a bankoknak forgalmazást azt már megtiltottak. Bankok az nem tájföld. Az NFT az innentől kriptovalutának minősül? Nekem igen, bár maga az NFT az nem, de ugye Ethereum-on jegyzik, szóval de. Igen. Akkor azt se szabad. Kérdés, hogyha van egy NFT-d, akkor neked az NFT-d van meg. Már megint visszatekeredtünk? Már megint visszatekeredtünk az NFT-re? Most én Indiával gondolkozom, hogy ha van egy NFT-d, akkor igazából van egy olyan Ethereum blokklánc bejegyzés, ami a te tulajdonjogodat igazolja, de ettől neked nem kell annak a tulajdonában legyél. Tehát el van választva a blokk tulajdonlása az NFT tulajdonlásától. Tehát NFT akkor innentől még teljesen legális lesz Indiában. Még. Mi az, ami hiányzik szerinted még a BMW-hez és ahhoz, hogy elérjék az autonóm vezetést, vezetés képességét? Hát, hogy megtanuljanak autonóm autót gyártani, autonóm, önvezetésre képes autót gyártani. Ez egy nagyon-nagyon amatőr megközelítés. Nemrégiben bejelentették, hogy a legújabb, 8. generációs iDrive-ban már tényleg ilyen utolsó hiányként elérhető lesz a görbített kijelző, és ez fog hozzásegíteni az autonóm vezetés élményéhez. Ezt annyira nem értem, hogy jött nekik össze. Hát valamit mondani kellett, mert ezek szerint a másikat nem tudták szállítani, tehát amit sikerült, arról kellett mondani valamit, ami úgy hangzik, mintha valami lenne. A szoftvert nem tudtuk megcsinálni, de a hardware az már majdnem jó. Így. Abszolút nem látom, hogy de ha nekem lenne egy önvezető autóm, akkor az oszt vagy szoroz, hogy görbített a kijelző. Nem tudom, mert a kijelzőn nem vezeted az autót, kivéve, hogyha azon játszol mondjuk ilyen Frogger-t, miközben az magától megy. Hát, vagy hogyha ilyen közben játék, vagy mi az menet közben ilyen 3D-s szimulátort játszol, ahol így körbe képernyőkkel, de akkor meg nem görbített kijelzőkkel, hanem az egész pilóta fülkét körbevevő. Hiszen akkor az ablakon úgyis minek nézd, de ki nem kell tájékozódnod. Lehet, hogy ez az első lépés, hogy meg tudják csinálni ezt, hogy körbevesz. Beülsz a székbe,
a vezetőülésbe, vagy teljesen mindegy, egy másikba, és mint régen az amerikai autókban a biztonságéval, emlékszel, ami az áhúszlopon így végig kúszott? Uh-huh. Úgy kötött be? Na, így kúszna eléd egy ilyen hajlított kijelző, mint egy vizor így a szemed elé, és akkor, ha nem is 360, de mondjuk 180 fokos kijelzőt kapnál, és azon azt játszol, amit akarsz. Vagy hát ha akarod, akkor meg tudod nézni a menetadatokat. Autóvezetési élményed lenne. Hát igen, ez a teljes marhaság, de ha akkor ebbe az irányba el tud vinni a hajlított kijelző. De az... teszem hozzá ennek, itt se látom semmi értelmét. Én se, egyébként még level 2, level 3-as autonomitásról beszélnek. Ugye a level 2 autonomitás az a sávtartás, vakfolt észlelés, automata fékezés és adaptív sebességtartás. A 3-as szintű az pedig már a sokkal magasabb szintű automatizmus, amiben még van lehetőséged, mint vezető visszavenni az uralmat a kocsi fölött. Itt egyikben sem érzem azt, hogy ehhez neked semmi. Az egyetlen dolog, ami hiányzik, az egy görbe kijelző. De ráadásul ugye, hogyha nem ügyesen önvezet, akkor előbb-utóbb bármelyik kijelző lehet görbe. Szerintem az igazságot hajlították itt el a kijelző mellett. Lehet, hogy egy kicsit túlszívták magukat a marketingesek. Szegény BMW. Ja, és arról nem is beszélve, hogy ha abba az irányba megy a valóság, amit mondjuk a Facebook képzel, akkor aztán végképp semmi értem az egész hajlított kijelzőjüknek. Melyikre gondolsz? Hát, hogy ők ugye ilyen virtuális valóság szemüvegeken dolgoznak egyrészt, másrészt meg azon, hogy olyan szemüveget gyártsanak, ami azon kívül, hogy tud AR-t, ott megjeleníteni a szemüvegeden olyan dolgokat, amiket ugye a valóságban nem látsz, még felvenni is tud. És így eltárolni az összes jó kis emlékedet. De onnantól nem fogod nézni az összes kijelzőt, hanem a szemüvegeden fognak megjelenni a ma a head-up display-re vetített mindenféle adatok. Miközben nézed a videót, a saját szemeddel ugyanazon a szemüveg lencsén keresztül, ahogy nézel előre ki a pambán a világba, meg fog jelenni, hogy 32-vel mész, vagy 145-tel. Minek oda kijelző? De minek ez, miért érdekel téged egy autonóm autóban? Akkor minek bele kijelző? Hát, hogy lássál a szemüvegeden. Nem a szemüveg minek bele, hanem a hajlított kijelző, amit most gyártottak. Legyen mire lerakni a szemüveget, miközben alszol a kocsiba. Jó, köszönjük. Tehát, hogy mi van? Na de, hogyha ne tereljél. Szóval, hogyha ebbe az irányba... Valamivel vagyunk... ki kellett jönni, ugye Mercedes kijött a faltól falig kijelzővel az S-osztályban, akkor a BMW-nek is ki kellett valamivel jönni, és azon kívül, hogy hajlított, szerintem nem volt jobb ötletük. Hát ennél a semmi is jobb lett volna egy érzésre. És a Facebook szemüvegekről tudsz valamit még mesélni? Mert ez engem érdekelne. A Facebook most nagyon ráment arra, hogy az AI-t és a virtuális valóságot felfedezze szó szerint, mert hogy arról még pontosan senki se tudja, hogy mik a határai és mire lehetne igazán nagyon használni. Tehát ezt még mindenki inkább csak itt tapogatózik benne, hogy mire lehet ez jó. És azt találták ki, hogy gyártanak olyan szemüveget, legközelebb majd átlátszó szemüveget kell gyártani, és akkor nem kell tapogatózni. Ennyi. Amiben lesz beépített kamera, és akkor ezzel a kamerával fölveszik a te mindennapi 24 órádat, vagy legalábbis amennyit viseled a szemüveget, meg amíg le nem merül. Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogyha az folyamatosan rögzít, akkor valójában mennyi lesz az üzemidejét szemüvegnek. Azon még sose gondolkodtál, hogy szemüveget töltse mi. Na majd itt a jövő. És hát, hogy valami értelme legyen annak, hogy te csinálsz egy végtelenített videót a saját ébrenléti idődről. Az AI-t arra trenírozzák, hogy a felhasználók publikus videóin, hogy ne csak feldolgozzon videókat, és nagyjából azonosítsa, hogy kik láthatók ott, hanem például milyen élethelyzetekben, mik a körülmények, mik a helyszínek, amik a videón megjelennek, tehát hogy minden részletet tudjon értelmezni az AI, és ezzel, ezt a kettőt összekötve, az ilyen végtelen mennyiségű videóélményedet egyszer csak kereshetővé tegyék. Tudod, mire gondoltam? Ez olyan, mint az agymanók. Tudod, amikor az agymanókban az emlékképek megvannak. Hogy ezeket így elő fogod tudni idézni. Azt mondod, hogy mit tudom én, a tengerparti csókolózás, és akkor előhívja azokat a képeket, amikor te valakivel, vagy videókat, amikor te valakivel tengerparton voltál, és csókolóztál. Lehet, hogy de a Facebooknak ugye az a célja, hogy minél több dolgot megosszál. Új kontentet gyártsál. Én arra gondoltam, hogy az lesz ezzel az ötletük, vagy céljuk, hogy az AI segítségével az egyedi képsorokat tudják azonosítani a napi streamedből. És innentől azokat a speciális élethelyzeteket, amiket egyébként más nem publikált még, azt így automatikusan ki tudják rakni. Tehát
olyan, ami mással nem történt, ami különös, ami egyedi. Hm? És innentől értelmét veszti az összes ilyen kis TikTok, meg izé, bár nem jó, mert ott meg pont ugyanazt csinálja mindegyik, nem? Akkor a trendelő videókat, azokat a videókat, amik éppen fölkapottak, az azokhoz hasonló életeseményeidet te is berakod. Mármint amit az AI úgy gondol. És ha érdekes az életed, akkor automatikusan kapsz érte pénzt, hiszen ezek vonzák magukkal a hirdetéseket. Ez elgondolkodható. De ehhez valami érdekes hozzájárulás kéne, hogy random kiragadjon részleteket a te életedből. Tehát valahogy úgy kéne akkor a kamerának, a szemüvegnek és a kamerának a szerződését megkötni, hogy ezzel lemondasz az összes ilyen válogatási jogodról, és akármilyen élethelyzetbe keveredsz, hogyha rajtad van a szemüveg, akkor a képek felhasználási joga az a Facebookot illeti. Nem, mert a felhasználási jog az a tiéd, viszont a Facebook automatikusan publikálhatja, erre sokkal egyszerűbb jogot adni. Tehát innentől a kép még a tiéd marad, meg a videó a tiéd marad, csak automatikusan content gyárrá válsz. Képzeld el azt a contentet, amit a gasztro recikláló menedzser környékén gyártasz. Oh, már megint? Hát csak visszatértem egy másik. Valószínűleg az első dolog, amit meg kell tanulniuk, az az, hogy hogyan néz ki a mellékhelység, és ott automatikusan le kell kapcsolniuk. De miért? Hát azt meg lehet oldani távolról vezérelve. Akkor erre lehet automatizmust építeni. Vagy szólni Alexának. A Facebooknak hogy hívják Alexáját? Neki nincsen szerintem. Nincs. Na, itt az ideje. Facebook Ferinek. Feriként, menjél már vissza lekapcsolni a lámpát. Na? Ezt akkor szintén egy remek automatizálási lehetőség. Ha a Facebook úgy veszi észre, hogy te elfelejtettél valamit a napi rutinból, akkor megcsináltatja Alexával. Hogy automatizálja az Amazonos. Képzeld, amikor a digitális asszisztenseid majd rabszolgaként tartják a másik digitális asszisztenset. És parancsolgatnak neki. Hát, tulajdonképpen ez a jövő, nem? Amikor látják, hogy közelítesz a konyha felé, akkor szólnak, hogy kapcsolt fel a konyhában a villanyt. Olyan, mint a mozgásérzékelő, csak távolról. Már úgy távolról, hogy 3 lépéssel előtted jár. Aha. Na? És prediktív analitikával megpróbálja megjósolni, hogy melyik irányba mész tovább. Balra mész, vagy jobbra, igen. Aha. Na de a napi rutinból azt ki lehet találni, hogy reggelente először a kávéért mész, azt ugye már megtanulta. Utána akkor lekapcsol egy kicsit. Így. Pár nap után azt tudni fogja, hogy te reggelente tehát úgy mész, hogy az útvonalad az átvisz ezen a szobán, meg azon az előszobán, meg a kávéfőzőhöz. Tehát akkor mit csinál, amikor reggel kinyitod a szemed és felveszed a szemüveget, akkor bekapcsolja a kávéfőzőt, ugye? Mert hogy az is vezérelhető távolról. És ahogy mész, szépen felkapcsolja neked a lámpákat, és a hátad mögött pedig le. Hiszen pontosan lehet tudni, hogy ilyenkor nem szoktál oda-vissza rohangálni. Spóroljunk az árammal. Azon gondolkozom, hogy aki egy kicsit kevésbé organizált, akkor állandóan égni fog a villany? Nem, de gyakran fog kiégni. Mondjuk a ledeseket ez kevésbé zavarja, de a hagyományos izzó nem lenne boldog, ha föllekapcsolgatnak folyamatosan. Ezzel besírt a gyerek is. Megfigyeltem, hogy az én gyerekem az olyan szuperintelligens, hogy nem úgy sír, hogy oá, oá, hanem úgy, hogy éjjáj, éjjáj. Már nem is a szüleit hívja Bakker, hanem ő már tudja, hogy kit kell a jövőben segítségül hívni. De most nem akarja. Ami most így a Covid alatt nagyon felkapottá vált, az a telekonferencia. Ugye az OK Boomer után jött az OK Zoomer, és rengeteg ember kényszerült bele abba, hogy a fél életét telekonferenciában töltse, mások kameraképét bámulva, akik már nem figyelnek ide megint rám. Sokaknak van igénye arra, hogy néha kiszakadjanak ebből a telekonferencia őrületből, és valamilyen módon, valamilyen kifogással kiszálljanak belőle. Erre készült egy csodálatos eszköz, a Zoom Escaper, ami nem összekeveredő a Room Escape játékokkal. Igen, egyébként elsőre ez jutott eszembe. Ez konkrétan arról szól, hogy a... Szabadulószoba. Nem szabadulószoba, hanem a szobából szabaduló. Zoom szabaduló. Hogy a szituációnak megfelelő módon az odaillő eltereléssel kifogást találhassál arra, hogy kilépjél a meetingből. Jelenleg én, ahogy elnéztem, ez 8 különböző kifogást talál neked, amit szépen a háttérben, mint egy zaj elkezd játszani, és
segít ahhoz, hogy el tud hagyni ezt, a hogy ezt a Zoom. Mikrofonod hangsávjára rákeverve? Beékelődik a hangsávod. Aha. Ba, és gyakorlatilag szűrőként. Zoom, 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 zoom. Na, zümmögjünk egy kicsit tovább. Na, miket tud? Mit is tud? Szerintem nem mindegyik megoldás alkalmas arra, hogy valóban használjad kifogásként. Az első, ami az én listámon leghátrábra került, az a vizelés. Mert igazából, hogy is mondjam... Az pont az, ahol normálisan, ha véletlen olyan helyzetbe keveredsz, lenémítod magad. Igen, és nagyon, mondjuk, az lehet, hogy annyira kínos, hogy akkor azt mondják, hogy jó, menjél csak, de nem tudom elképzelni valahogy, hogy ezt használjam. Na de mi a vizelés, az, tehát hogy ha alá kevered azt, hogy csobog a víz, az így nem annyira jó. Nem, se nem illendő, se nem igazán. Igen, az inkább ilyen beégős. Ami második legrosszabb volt, az a síró férfi. Ez egy... Hogy mi? Egy síró férfi hangját rakja alá. De miért? Nem tudom. Tehát mi volt a koncepció? Talán egy kevésbé empatikus környezetben ez működhet, akik nem merik megkérdezni, hogy ki az, aki ott van mögötted. A társad, párod, fiad, lányod, apád. Mindegyszerre. Vagy is, vagy meghalt-e valakid, és akkor így egy kellően magyarázhatatlan kifogás, ami be így elbocsátanak. Nekem ez nem volt erős, volt ennél sokkal jobb, és a következő az én listámon az a szél. Egy nagyon erős szélzajt kever a mikrofonodra, ugyanakkor ez a home office-nál nem tűnik kellően magyarázatnak. Kinyitottam az ablakot, fúj a szél. Inkább az, hogy mit tudom, én megyek valahova és fúj a szél, de hát, hogyha home office-ban... De hát, ha Zoom-on vagy... Igen, hát az nem... Zoom-on vagy és fúj a szél menet közben. Az nem gáz, hogy a hátad mögött a könyvek nem lobognak? Nem feltétlen, mert... Bocs, főnök, kinyílt az ablak, muszáj, vagy. Becsuktam az ablakot. Nyilván ezt azért célszerű kamera nélkül, mert így a... Igen, ez nem egy okos ötlet. Nehéz összehúzni. Azután jövő az a kutyaugatás. Szerintem a kutyaugatás az egy kicsit nehéz kifogásnak, mert hát... A kutyák ilyenek. A kutyád az amúgy is ott lenne otthon, ha nem vagy ott, akkor is valahogy ezt le kéne kezelnie önmagában. Tehát én ezt nem érzem megint csak túlzottan jó indoknak. Ennél sokkal jobb az, hogyha a vízhangot kapcsolod be. Hiszen a vízhang... Vízhangot? Nem a vízhangot? Vízhang. Ugyanis ezzel szerintem egészen őrületbe lehet kergetni bárkit, aki telekonferencián van, főleg, hogyha egy olyan fél másodperces késleltetést sikerül belerakni, az gyakorlatilag a beszélőt olyan szinten megzavarja az agyi tevékenységbe, hogy visszahallja saját magát, hogy ő fog megkérni, hogy léci, inkább menjél el. Még ezt se érzem elég erősnek, mert nem igaz, hogy nem tudsz fölrakni egy fejhallgatót, ami kiküszöböli ezt, de olyan zavaró, hogy tényleg kiraknak egy beszélgetésből. A következő, ami már-már egyébként szerintem az abszolút nyertes, az az építkezési zaj. Olyan zaj van itt, ne haragudjatok, a szomszéd ütve fúr, és nem tudok vele mit csinálni, és átalakítják itt a házat, és ez ilyen kvázi védhetetlen. Megértik, hogy nem tudsz elmenni onnan, hiszen be vagy zárva home office-ba. Ez így egy elfogadható kifogás lehet ahhoz, hogy bármelyik meetingről távolodjon. Ez olyan, mint az egyik kollégánknál a háttérben mindig ilyen betonkeverő hangot hallani. Csak a múltkor rájöttem, hogy akkor is, amikor az irodában van. Valószínűleg az a gépe. Igen, de eddig mindig azt mondta, hogy építkeznek a szomszédban. Egy éve volt nagyon gyanús, hogy még mindig betont kevernek, és akkor vált egészen elképesztővé, amikor megtudtam, hogy az irodából Skype-ol, és még mindig keverik mögötte a beton. Valószínűleg a ventilátorra vagy valami ilyesmi hallatszik, de tényleg olyan. Ez szerintem egy bárki által használható, és egy igazából tökéletes kis zaj, amire hivatkozva tényleg ki lehet bújni egy-két kellemetlen meetingből. Nálunk tavaly erre volt egy alternatíva, ami teljesen egyedi kifogás, és külön ilyen jégtörő beszélgetéseket lehet ráépíteni, úgyhogy már előre bejelented, és háttérzajnak is tök jó, filmet forgattak a házban. Ahhoz lehetne még ilyen háttérzajokat fölvenni. Háborús filmet legalább? Why not? Hogy figyelj, lehet, hogy menet közben itt forgatás lesz, és akkor majd nem fogjuk jól hallani egymást, igen, mert mondjuk háborús film és lövöldözök.
És akkor egy pár perc múlva így felcsendülnek a vigyázz, beállás, 3, 2, 1, és akkor tök jó, mert akkor itt kilépsz. És az, hogy a szomszédban egy rezes banda gyakorol. Ez csak polkorrekten, jó? Nem azt mondtam, hogy 100 tagú cigány zenekar, ne vicc. Mert ugye az a gyülekezési szabályokat megsérteni. Nem mindenkinek használható, de tökéletes kifogás, és igazán senki nem vitatkozhat vele, az a síróbaba. Igen. Mert hogy a síróbaba szerintem egy tökéletes kifogás arra, hogy azt tud mondani, hogy neked most menned kell. Mert sajnos egy ekkora babának nem lehet elmagyarázni, hogy várj egy kicsit, ő akkor és ott nem érzi jól magát, és mivel nem ért semmit, muszáj. És egyébként ez a nagyon jó, hogy ezt elég empatikusak az emberek ahhoz, hogy ezt értsék. Még az én főnökeim is. De félreérted, nem empatikusak. Ha behallatszik a sírás, az iszonyatosan zavaró. Ja. Te már megszoktad, de az valami félelmetes, amibe tud hallatszani egy síró gyerekből. Tényleg olyan hang, amit se nő, se férfi nem tud elviselni. Se nő, se férfi. Ugyanakkor ez a hivatkozási alap azért feltételezi azt, hogy van reális esélye, hogy ott van valóban egy baba. Hát kölcsön kaptam. Vigyázzok rá. Kölcsön kaptam. Miért? Hát, hogy ki tudjak lépni ebből a Zoom meetingből. Szerintem ez a megfejtés. Kérdés, hogyha erre hivatkozva lépsz ki a Zoom meetingekből, akkor pár év múlva, amikor kérdezik, hogy és a gyereket hogy van, akkor hogy fogod kimagyarázni azt, hogy ja, nem is volt. De hát emlékszem, hogy minden heti státuszról kiléptél, hogy éhes a gyerek. Ups! Mit csináltál te azzal? És nem sokára kopog a gyámügy. Nekünk meg az ápoló. Jaj, jaj, jaj. Azt mondták, akkor... hogy lejárt a beszélőnk. Szerintem egy tökéletes megoldás arra, hogy egy megbeszélést félbe tudjál szakítani, hogy benyomod, hogy bocs, félj, most jött egy munkás ember, hogy nem sokára lekapcsolják az áramot. Hallgassatok! Lájkoljatok, shareljetek. Sziasztok! Konkrétabbak. Ezt jól. Konkrét. Egy közlekedési rendőr. Nem szeretek rendőrökkel viccelődni, mert még véletlen kölcsönössé válik. És hát ez egy jó kérdés. Nagyon várom. Földobtad a témát, és azóta figyelmesen várom, hogy mit hozol ki belőle. Gondoltam, hogy együttműködsz, és javasolsz valamit. Ups. Hát lehetne például, biztos úr, hogy... Na, itt már egy érzékeny témát kezdesz érinteni. Biztos személy. Biztos személy. Biztos pont. Na, az nem hangzik jó. Akkor keresünk valami mást. Én ezt nem értem. Hogy ez a gif? De itt már megint ott tartok, hogy nem értem. NFTP, kész. Azt értem, de hogy... Mert a sittesnél például lehetne híveket is toborozni. Ott azt is lehetne jegyezni. Hogy jön ide az érc? Poénkodunk a covidosok szegénységén. Ők nem érzik. Izgalmas volt ez a megjegyzésed is. De ezt mit vágni? Vagy ízléstelen? Az. 10 éves kézleveges? Aztán visszaadjuk, szent jobb. Csinálsz vele, amit akarsz. Jelentkezni a parlamentben. Szürreális. Szürreális. Nem áll szürre, sőt subára se. Ez egy Zoom beépülő modul.